Megtelt a Lukács iskola aulája a megyei Bólyai János matematikai verseny résztvevőivel. Minden évben más-más oktatási intézmény ad otthont a szellemi viadalnak. Még tavaly kérték fel a Lukács iskolát, hogy legyen ebben az évben házigazdája a versenynek. Ami azt bizonyította, hogy az iskolánkban folyó tehetséggondozás következtében a diákjaink ügyesen szerepeltek a matematika versenyen, és ekkor érkezett ez a felkérési lehetőség is, amit természetesen nagyon szívesen elvállaltunk, hiszen be tudjuk ezzel bizonyítani, hogy nagyon jó házigazdák vagyunk, illetve hogy nagyon sokrétű munka folyik az iskolánkban, hiszen az ideérkező diákok megtekinthetik az iskolánkat, illetve azért is nagyon fontos a matematika és a versenyen való részvétel a diákok számára, mert egy műszaki pálya az elképzelhetetlen alapos a matematikai ismeretek nélkül. A Bólyai Matematikai Társulat megyei tagozata 28. alkalommal hirdette meg a versenyt. Tapasztalatunk szerint évről évre körülbelül 150-en vesznek részt ezen a rendezvényünkön. 120 diákra számítunk minden évben, ezt a létszámot az idei verseny egy kicsit talán felülmúlja, és külön öröm számomra, hogy a kísérő tanárok, felkészítő kollégák, azok minden évben február utolsó szombatját rááldozzák, hogy a matematikából tehetséges diákjaikat elkísérjék erre a versenyre, és együtt egy szakmai tapasztalat cserén vegyenek részt. A szervezők idén is azt látták, hogy a diákok a megyei iskoláiból szívesen jönnek. Körülbelül a versenyzők fele gimnáziumból, a másik fele szakgimnáziumból érkezik. Itt mi külön figyeljük azt, hogy a győri, soproni, mosomagyaróvári, kapuvári, csornai középiskolák is képviseljék magukat, vagy képviseltessék magukat. A tapasztalatunk az, hogy létszámarányosan ez megtörténik. Ugyanígy mondható a kollégákra is. A versenyzőknek 2 órájuk volt arra, hogy a különböző nehézségű feladatokat megoldják. A verseny lebonyolításához hozzátartozik, hogy a verseny előtt 3 héttel hívjuk össze azokat a kollégákat, akik a feladat összeállításban részt vesznek. Ebben 2 szaktanácsadó kolléganőm nagyon sokat segít. Külön állítjuk össze ugye a szakgimnáziumok és a gimnáziumok feladatait, és külön érdekessége az, hogy ezeket a feladatokat mindig a megye matematika tanárai küldik be, és a feladat összeállítók a feladatok között válogatnak. Külön kategóriában indulhattak a gimnáziumok és a szakgimnáziumok tanulói. Ez utóbbiban a Jedlik diákja, Pajor Ádám csaknem 100%-os eredménnyel nyerte meg korcsoportjának versenyét.